A Jós András Múzeumban várták a cipős dobozokba zárt ajándékokat, amelyeket autista gyerekeknek juttatnak el még karácsonyig. A dobozokba szinte bármilyen ajándékot szívesen vártak a szervezők. Játékokat, iskolai eszközöket, édességeket, de akár higiéniai eszközöket is. Rémiás Tibor, múzeumigazgató szerint rendkívül sikeres volt a kezdeményezés, ezért jövőre is szeretnék folytatni. Nemrégen a Rotary Klub és a Jós András Múzeum egy együttműködési megállapodás kötött, és hát az együttműködési megállapodás második állomása ez, ugyanis a Rotary Mikulást azt a Jós András Múzeumban szerveztük. Ez egy nagyszabású rendezvény volt, közel 500 gyereket ajándékoztunk meg, és ez a második rendezvény, aminek mi helyszínét biztosítjuk, ez a dobozba zárt szeretet, mégpedig karácsony előtt, ahol a cipős doboznyi ajándékokat várjuk akár cégektől, akár magánszemélyektől. A Jós András Múzeumban több mint 100 ilyen doboz érkezett, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk. Minden gyerek megérdemelné, hogy legyen legalább egy ajándék a fa alatt karácsony reggelén, tette hozzá Rémiás Tibor. Urbán Lajos szerint a program sikere a múzeum és a Rotary Klub közös együttműködésének is köszönhető. Kiemelte, szeretnék, ha ez a kezdeményezés hosszú távon is működne majd. Ez az együttműködési szerződésünk aláírásakor vetődött fel, aminek nagyon örültünk, hiszen a Rotarynak nincs objektuma. A múzeumnak meg nincs olyan kiterjedt tagsága, mint nekünk, akik ezt szervezték, így a kettő összeadásával lehetett ez a siker, hogy több mint 120-150 csomag várja ott az átadást két autistákat segítő szervezet egyesület részére, és több mint 100 csomag kint vár egy kis teherautón, amit a megyei Vöröskereszt szervezetének ad át az a Team Revolution Kft., aki ezt felajánlotta. A cipős doboz akció az egyik legnépszerűbb karácsonyi jótékonysági gyűjtés Magyarországon, amelynek köszönhetően több 10 000 rászoruló gyermeknek lesz szebb a karácsonya minden évben.